A mestereink, a Molnár István, Rábai, Szabó Iván, ez egy fantasztikus dolog volt, amit nem lehet, a mai legfiatalabbak nem értik, amikor mi az én generációm, akik még élünk. Azt mondjuk, hogy soha el nem múló hálánk, ők nem vették át a moisszejevizmust. Tehát nem vették át ezt a szekunder élményekből táplálkozó, hogy is mondjam, só stílust. Nagyon finom vagyok szó ami egyébként zseniálisan profi volt, de hát sose fogjuk megtudni a szovjet népe, Szovjetunió népeinek milyenek voltak a táncai. Nem fogy gyűjtés. A Moiszev behivatott, mit tudom, egy pasit, aki, aki még tudta a madártáncot, és akkor az ő táncosa megtanulta tőle. Vagy behívtak valahonnan egy ukrán faluból valakit, aki egy párt, vagy két párt, aki ott megtanította a gopakot mikor egyszer elmentem, már, már akkor végzett néprajzos voltam, és Kievbe voltunk vendégszerepelni, és elmentem a Lavrán Kolostorba, ahol a Néprajzi Múzeum is van, ott őrzik az a kincseket is egyébként. A, a lávránkolostorba Kolostorban zenei gyűjtés, mesegyűjtés, minden volt. Tánc semmi. Ha az ember megvette egy kiadványt, akkor oda volt írva, hogy, hogy mit tudom én, hová valosi gopak, táncolta először a Moisev együtt, együttes az összövetségi nem tudom én, min. Szóval elképesztő, hogy ugyanakkor egy nagy zenei gyűjtés volt, mesegyűjtés, balladagyűjtés, minden folyt, és tánc nem. Ez a év kisajátította magának. Magyarország abban első volt, hogy Gönyei Sándor és Morvai Péter már a 20-as évek végén filmeztek. Ö, és az a filmezés folyt. Nem nagyon, mert áll állami támogatás nélkül ment majdnem a dolog, de hát folyt a filmezés a háború alatt, aztán már Erdélyben is. Hát a, a Molnár Istvánnak kalotaszegi filmje van, ami fantasztikus, amit kalotaszegen csinált. Ez már a háború alatt volt, mikor észak Erdély visszatért. Na mostan ö, ezek a mestereink, ezek tisztelték az eredeti anyagot. Tehát tudták azt, hogy mi az eredeti anyagot, és hogy ezt kell feldolgozni ugye? De akkor még teljesen, akkor nem volt még teljesen felfedezve a magyar nyelvterület, ugye? De nagyon sok anyag készült már. Na most, hogyha 28-ban mondjuk morvaiék megcsinálták a Tisza Polgári Csapás című ö, táncot, és ott táncoltak mondjuk 27-ben ilyen 60 éves emberek, akkor ki kell számolni. Ezek a 19. század 80-as éveiben tanultak meg táncolni. Na most, miután az archívumban fenn az a, a, a Intézet néptánc ö, kutató osztályán, 240 ezer méter film van most már. Nem 24 ezer, és nem 2400, hanem 240 ezer méter film van. Ennek a nagy része, ö, ennek a nagy része az 50-es évek ö, végéig készült, tehát az azt jelenti, és idős emberekkel, tehát azt jelenti, hogy mi abszolút tudjuk, hogy a 19. században a magyar nép mit táncolt. És ezt tiszteletben tartottuk. Volt egy csodálatos ember a muharai elemér, aki a néprajzi osztály vezetője volt, mikor a poranna a táncosztály vezetője, na most ezek nagyon nagy funkciók voltak. Ugye óriási volt a műkedvelő mozgalom mindenben, színjátszásban, mindenben. És ugyan a, a néprajzi osztálynak nem volt kötelessége, de a muharai elemér még néprajz hallgató korában maga köré gyűjtötte a Pesovár Ernőt, Pesovár Ferencet, András Falvi és hát a Martin Györgyöt, a csodálatos Martin Györgyöt, és fiatal zenészeket, Sárosi Bálintot és másokat maga köré gyűjtött, és ő azzal az ideológiával, hogy ő nem tud mozertant adni, ha nem gyűjtenek, nem csak táncot gyűjtetett, hanem mindent, Mese, őt a mesejáték érdekelte legjobban. A mesejáték kérdés és a szokások. És azt is gyűjtette másokkal. Na most ehhez a társasághoz kerültem én be valamikor, 55 összé, őszén a Porana küldött át az Elemér bácshoz, és az rögtön kijelölt egy ilyen gyűjtőbrigádhoz, úgyhogy, hogy tanuljam meg, hogy hogy kell gyűjteni. És akkor már jártunk velünk Szatmárba, a Sárközbe, ide-oda, amikor még a teljes fényében, Én még láttam vízváron olyan, ö, azt hiszem vízvár volt olyan lakodalmat, ahol hajnal felé, mind a legna, mind a bos hepeningje olyan volt az ugros. Tehát mondom én, mikor már egymás hegyén másztak, meg nem tudom én is egyebek, tehát én még láttam ilyet, és láttam ö, Berzencén, Láttam, hogy összejött valami 40 asszony karikázni, Ö, tehát ezt, ezt még utol lehetett érni, és az Elemér bácsi engem odarakott egy ilyen brigáthoz, hogy járjak velük, és ezt én nagyon élveztem.